Sziasztok! Üdvözöllek titeket ebben az új horgolóiskola videóban, mely nagyon szép háromszögkendőt hoztam nektek, nagyon szép rózsaszín és lila árnyalatok vannak benne, illetve egy kevés zöld és arany is. Tényleg gyönyörű színátmenetek vannak a fonalban, nagyon szép fonalról van szó, a minta nagyon egyszerű, egyráhajtásos pálcákból és láncszemekből áll, és a minta folyamatosan ismétlődik. Nagyon egyszerűen és gyorsan elkészíthető, ahogy itt láthatjátok is, nagy lyukak vannak benne, tehát egy szép lyukacsos mintáról van szó. Többféleképpen is hordható a kendő, most akkor megmutatom nektek a fonalat, a tűt és a minta pontos elkészítését. Nos, kezdjünk is hozzá a Rico Design Creative Melange Wonderball nevű fonalával, ez egy hatalmas gombolyag. Ötös tűt ajánlanak hozzá, és most én is az ötös tűmet fogom hozzá használni. 200 g-os a gombolyag és 640 méteres, szerintem nem fogom a teljes gombolyagot elhorgolni, majd a munkám végén megmondom, hogy mennyi fonalra volt szükségem a kendőhöz. 51%-ban élő gyapjúból és 49%-ban akrióból áll, és ennek a rózsaszín lila arany színátmenetnek a színkódja a 14-es. Megkeresem a fonal elejét, itt középen, és utána már kezdhetjük is a munkát. Azért is jók ezek a nagy gombolyagok, mert nagyon sok szín van bennük, így elsőre nem is gondoltam volna, hogy ezzel a világos zöld színnel fogom majd kezdeni a munkát. Mágikus körrel fogok kezdeni, két ujjam köré tekerem a fonalat, benyúlok a tűvel, és előre hozom a fonalat, és ha kiveszem innen az ujjamat, akkor már itt is van a mágikus kör. Ennek a mérete tetszés szerint változtatható, ha meghúzzuk a fonal végét. Három láncszemmel kezdek, ez helyettesíti az első egyráhajtásos pálcámat, illetve így megvan a megfelelő magasság. Közvetlenül mellé horgolok egy egyráhajtásos pálcát, ez már egy tényleges egyráhajtásos pálca, tehát mondhatni már kettő is van, csak ebből az egyiket három láncszem helyettesíti. Ezután felveszek két láncemet, és horgolok még ide mellé két darab egyráhajtásos pálcát. Egy és kettő. A fonalat egyébként fantasztikusan lehet horgolni ezzel a tűvel, nagyon jól élik hozzá. Eddig összesen három darab egyráhajtásos pálcát horgoltam, egy rövid láncszemsort és két darab láncszemet középen. Most megfogom a fonal elejét, összehúzom a kört, és ezzel el is készültem az első sorommal. Ezután megyek tovább a második sorral, megint három láncszemmel kezdek, majd megfordítom a munkámat. És mivel most kettős szerkezetekkel dolgozok, ezért ide a legelső szembe horgolok még egy egyráhajtásos pálcát. Ezután, mint minden dupla egyráhajtásos pálca után felveszek két láncszemet, tehát mindig kettős szerkezetekkel dolgozunk. Ezután már itt vagyok középen, ide is a két darab láncszem köré két darab egyráhajtásos pálcát horgolok. Utána felveszek két darab láncszemet, és utána már itt is vagyok ennél a szélső résznél, itt pedig a sor elejé rövid láncszem sor köré horgolok két darab egyráhajtásos pálcát. Tehát az első sorban még két darab dupla szerkezet volt, két egyráhajtásos pálca, valamint egy egyráhajtásos pálca és egy láncszem sor. A második sorban pedig már három darab dupla szerkezet van. Itt már az előző sor közepén lévő két láncem köré is horgoltam két darab egyráhajtásos pálcát. És valószínűleg már tudjátok is, hogyan megyünk tovább, itt oldalt lesz két darab kettős szerkezet, itt a soron belül a két darab kettes láncem sor köré pedig szintén két darab kettős szerkezet kerül. A második sorban így két ilyen szerkezet volt, a harmadik sorban pedig már négy lesz. De természetesen megmutatom még nektek a harmadik sort is. Rendben, menjünk akkor tovább. Egy, kettő, három láncszem, megfordítom a munkámat, ezután leültök ide a legelső szembe, és horgolok egy egyráhajtásos pálcát. Ezzel már kész is van az első kettes csomag. Minden kettes csomag után, kivéve az utolsó csomagot, két darab láncszemet horgolunk. Utána leöltök ide a két láncszem köré, és horgolok két darab egyráhajtásos pálcát. Utána következik két láncszem, ezzel áthidalják az előző sor közepén lévő két egyráhajtásos pálcát.
és lecsúszik a fonal a tűről. Itt már meghorgoltam a két darab egyrehajtásos pálcát, most jön két darab láncszem, és már itt is vagyok oldalt, és ide is jön két darab egyrehajtásos pálca. És ahogy mondtam is, itt az utolsó egyrehajtásos pálca pár után már nem horgolunk két darab láncszemet, hanem már megyünk is tovább a következő sorral. Ezért felveszek három darab láncszemet, majd megfordítom a munkámat, és meghorgolom a következő egyrehajtásos pálcát. Majd jön két láncszem, leöltök ide köré, egyrehajtásos pálca, egyrehajtásos pálca, majd jön két darab láncszem, itt most pont a sor közepénél vagyok, meghorgolom ide a két középen lévő egyrehajtásos pálcát, mindig a páros számú sorokban lesz olyan, hogy a sor közepén lesz két darab egyrehajtásos pálca. Utána jön két darab láncszem, tehát itt van középen, itt láthatjátok. Egy és kettő láncszem, egy és kettő egyrehajtásos pálca, majd jön két darab láncszem, és már itt is vagyok oldalt. Most ide horgolok közéjük, egyrehajtásos pálca és egyrehajtásos pálca, és ezzel kész is van a sor. Ez volt tehát a negyedik sor, most horgolok tovább, utána pedig megmutatom nektek a munkámat, de már most is látható a háromszög forma, ez lesz majd egyre nagyobb és nagyobb, szép nagy lyukak vannak a mintában, szóval nagyon szellős a minta. Rendben, akkor folytatom a munkát. Már itt is vagyok az első bejelentkezéssel, itt már nagyon szépen látszanak a színátmenetek, a fonalban szépen nő a háromszögem, nagyon szép az alakja, itt kezdtem ugyebár a zöld színnel, utána következtek a lila árnyalatok, most pedig már egész sok rózsaszín van benne. Felváltva horgoltam tehát a két láncemet és a két egyrehajtásos pálcát. Nos, a kendő hosszabbik oldala már körülbelül 150-160 cm hosszú, és itt láthatjátok ezt a nagyon szép mintát, illetve ezeket a gyönyörű színeket a kendőben. Most itt tartok oldalt, és le fogom zárni a kendőt. Itt horgoltam még egy pár láncszemet, hogy ne bomoljon ki a munkám. Ezeket a láncszemeket most visszabontom. Kihúzom egy kicsit nagyobbra a hurkot, és elvágom a fonalat. Körülbelül 85 g-ot horgoltam el a fonalból, az előbb mértem meg, tehát maradt még a fonalból, szóval biztosan találkoztok majd még vele a csatornán. És egyébként is nagyon szép a fonal színe, itt láthatjátok, hogy milyen vastag a kendő, ha így összefogom, nagyon jó puha, és jó szellős is, több rétegben tudjuk hordani, de lazán a vállunkra is tudjuk teríteni, és akkor egy könnyű kendőnk lesz, vagyis többféleképpen hordható. Remélem, hogy tetszett nektek a videó és a horgolás minta, ha tetszett, akkor kattintsatok a tetszik gombra, iratkozzatok fel a csatornámra, és ne felejtsetek el rákattintani a kis csengőre sem. Hamarosan újra jelentkezem, köszönöm szépen, hogy ma itt voltatok velem. Sziasztok!